Különleges borok árverése, minőségi zenével és jótékonykodással egybekötve. Ez a Kantarosz gála, amit március 26-án 6-szor rendeznek meg. A jótékonysági gála bevételéből idén a Lurko Alapítvány, a Cinka Panna Roma Kulturális Egyesület, a Gyárvárosi Óvoda, a Szent Margit Alapítvány és 4 egyéni pályázó részesül majd. Rigler Antal elmondta, kezdeményezésük egyre népszerűbb. Nagyon sokan vagyunk már, nagyon sok jelentkező van és nagyon-nagyon sok visszatérő vendégünk van, aki azt mondja, hogy szeretne itt lenni, mert nem akarja kihagyni, mert egy olyan jó rendezvény. A minőségi szórakoztatásról szokás szerint a győri filharmonikusok gondoskodnak. A gálán Csajkovszki és Johann Strauss dallama is felcsendülnek majd. Olyan zenéket választottunk, amiben egyrészt forróság, ugye egy jó bor megívása után, vagy egy jó pálinka után különösen mindenütt érezhetjük ezt a forróságot, nem csak a gyomrunkban és a szánkban, hanem a lényünkben is. Rigler Antal beszélt az árverésre bocsájtott borokról is, elmondta, hogy évről évre könnyebb megnyerni a borászokat, hogy felajánlásukkal segítsék a gálát. Idén is igazi bor különlegességek kerülnek majd kalapács alá. Például a Gere Attilának a 18 literes Gere kopár küvéje, ebből 3 palack készült az egész országban, és ez az egyetlen palack, amelyik árverésre kerül. A különleges borokat árverésre bocsátják, a befolyt összegből pedig a pályázókat támogatják. De ezen az estén nem csak a borok lesznek különlegesek, hanem a győri filharmonikusok egyik vendége is. Sikerült Füke Gézának megnyernie Bede Fazekas Csabát, aki hát egyik emblematikus színésze, énekese a Győri Nemzeti Színháznak. 50 éve immáron, hogy szolgálja a győri közönséget, és érdemes, kiváló és legfrissebb Kossuth Díjas. Ő közreműködik még hozzá nem akármivel, hanem Hári Jánosból, Tóthay Zoltán remek művéből a toborzót ő fogja elénekelni. A 6. Kantarosz gálát március 26-án csütörtökön tartják Győrben a Richter teremben.